Sziasztok! Somogyi Zsuzsi vagyok, a TOK Vizuális Kultúra rövidciklusú tanárképzésének utolsó éves hallgatója. Éppen a felvidéki Lucs Károly jelentkezem be, és ez életem első vlogja, hogyha jól sejtem. Úgyhogy ennyire vagyok motiváltabban, hogy elmondjak nektek néhány szót arról, hogy miért is érdemes kutatni, TDK-zni, OTDK-zni. De azt nem, hogy keresek egy szélcsendesebb helyet. Vagy legalább egy helyet, ahol nem süt a szemembe a nap. Szóval, ha kedvetekért összeszámoltam, hogy eddig a tókos pályafutásom alatt, amiben igazán matuzsállamnak számítok, mivel ez a 7. fél évem, 4 év tanítói alapszak és 2 év ráépülő mesterképzés, plusz 1, amit Erasmus miatt végül így határoztam, hogy lesz egy plusz évem, és nem sietek annyira az államvizsgával. Szóval ugyan a dolog, hogy összesen 5-ször TDK-ztam és 3-szor OTDK-ztam. Ebből az OTDK-kból 2 volt a művészeti és művészetelméleti szekcióban, 1 pedig a tanulás és tudásmódszertaniban. A TDK-k közül is 3 művészeti is beadásom volt, és 2 módszertani művészetpedagógiai kutatásom. Szóval igen, azt hiszem, hogy így eléggé tapasztalnak számítanak. Na és amit itt tanácsolni tudnék, vagy biztató szavakat mondanék, az, hogy legyetek akárhanyan évesek, akármilyen műveltségterületről, hogyha van egy olyan téma, ami a szemináriumok vagy bármilyen óra előadások során megszólít titeket, és igazán motiváltak vagytok benne, akkor menjetek annak utána. Mert hogy egy témavezetővel együtt dolgozni, az nagyon sokat dob, nem csak szakmailag és emberileg rajtatok, de egy témának a kidolgozása, és aztán abból a TDK dolgozat írható, hogyha jól sikerülünk, eljutottuk az OTDK-ra, ami pedig egy szuper program, akkor ez egy olyan dolog lesz az életetekben, amire egy csomó minden írni lehet, és megtanuljátok azt, hogy amit szenvedéllyel csinál az ember, annak igenis lesz eredménye, kemény munka által persze. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a szenvedély a kulcs, ami, hogyha bármilyen módon megszólít titeket, tényleg akármelyik műveltségterületen, mert hogy van egy csomó szekciója az OTDK-nak, és nem kell félni megpróbálni akár a művészetit, akár a sportot, az irodalmat, bármelyiket, amiben úgy érzitek, hogy elég motiváltak vagytok és érdekel titeket. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy igen, megéri, igen, kemény munka, de olyan megtapasztalások, szakmai és baráti és emberi kapcsolatok és tudásmegosztás lesz a birtokotokban, ami aztán egy életre elkísér. Úgyhogy hajrá mindenkinek! Sziasztok! Hello, uraim! Egy kis helyesbítés. A 7. évemet töltöm a TOK-on, nem pedig fél évemet, plusz egy dolog. Egy ilyen apró füles, amit a Szexárdi OTDK-n a múlt héten kaptunk. Kiskörösen lesz a következő OTDK kis 2 év múlva, és a hölgy, nem tudom, DK-n rektor, vagy ki lehetett, aki átvette a stafétát, tehát hogy ők fogják ugye megszervezni a következő OTDK-t. Ő a kisgyermeknevelőket biztatta nagyon, úgyhogy én is biztatnám a kisgyermeknevelőket nagyon, mert általában ott kevesebb a TDK beadás, de ők pedig kifejezetten erre szakosodnának, és őket is várják meg szeretettel. Ennyi még. Köszi, sziasztok! No, tehát ő volt Somogyi Zsuzsi, aki 2 szekcióban is indult. Egyrészt a művészeti szekcióban, és szeretném Bakos Tamás tanár urat ide kérni mellém egy icipicikét. Tanár úr volt, aki Zsuzsit a TDK felé elindította. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan fedezted fel, Zsuzsik, ön keresett vagy te őr? Egymásra találtunk. 2017-ben, ezt a dátumot azért említem, mert a második emeleti folyosón van egy plakát, amelyen már az ő arca megjelenik. Akkor már volt itt egy Kari TDK, és indult rajta. Más hallgatókkal együtt. És alapvetően hozott már magával egy érdeklődési kört, ez a képalkotási
folyamatokkal kapcsolatos. Leginkább ilyen grafikai jelenlásokban volt, ő már némiképpen jártas. És amely közel állt az én művészi kifejezési formáimhoz, körülbelül így kezdődött az egész, hogy konzultáltunk mindennek a nem csak a alkotói folyamatairól, a önálló alkotásról van itt szó, hanem arról, hogy miképpen fordítható művészetpedagógiai irányokba. Tehát egyébként a Zsuzsának a tevékenységgel nagyon összetett, mert nem csak alkotó, hanem mivel, hogy már tanít is a diplomatáról, és ugye elkezdte a művészeti iskolába a pályafutását, tehát mindazt, amit ő így képalkotásként tudott, vagy fejlesztett, az közvetlenül gyakorolta gyerekekkel. Volt művészetpedagógiai elképzelése grafikai eljárások terén, ezt kidolgozta. Ennek még nagy távlatai lesznek, mert akár egy önálló könyv írása is fölmerült. Tehát 2017 óta azt lehet mondani, hogy ő tudatosan dolgozik, és a TDK tevékenysége lényegében egy a mozaikok közül, ami beérezkedik a életének a folyamatában. Nagyon szépen köszönöm. Tanárról, hogyha most megkérdeznénk, hogy számodra mi volt a legnagyobb öröm, és mi volt a legnagyobb nehézség? Először az örömöt ebben a TDK alkotói folyamatban. Hát az öröm az, hogy együtt lehet valakivel dolgozni, és az nem egy kolléga, hanem egy hallgató, ez is számít egyébként. Tehát nekem, meg az a hallgató, akivel együtt dolgozhatok, annak vannak egészen újszerű ötletei, többek, meg mások, mint az enyém. És hát ettől úgymond az én szakmai hátterem is gazdagodik. Hát a nehézség az a idő, tehát a sokféle tevékenység mellett azért neki nehéz volt beillesztenie még olyan plusz feladatokat, amelyeket saját magának tűzött ki. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék egy nagy tapsot tanárolni. Ugye amikor arra gondolunk, hogy tudományos, és amikor sok hallgató ettől ijed meg, hogy azt mondjuk, hogy tudományos diákkör, akkor itt most egy gyönyörű példát hallottak arról, hogy a tudományos diákkör lett művészeti diákkör is, és Zsuzsi tanár úr segítségével elindult, utána egy másik TDK-t is készített, aztán új nemzetégi tehetségprogramban vett részt, jelenleg ír egy tanulmány, könyvet készít, tehát hogy el lehetett indulni egy nagyon szép úton.